Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban a K2 Roton nevezetű fenéltisztítót fogjuk kipróbálni szokásos módszerrel. Először csak szárazon ráfújom az egyik kerékre, majd másik kereket leöblítem és ráfújom, utána ráfújom, szárazon belcsetelem, utána pedig az utolsó kereket leöblítem, ráfújom nedvesen, ugye, és belcsetelem, és meglátjuk, hogy hogy működik. Csak csapassuk! Hát fiúk, lányok, megmondom frankó, hogy ez lesz az egyik legrövidebb felnitisztító teszt. Nincs is értelme szórakozni, vagy próbálgatni az egyéb verziókat, mert lehozott mindent. Legalábbis amit én szemmel látok, és ahova rá volt fújva, mindent lehozott. Úgyhogy mondanám, hogy ez eddig a legjobb felnitisztító, amit láttam, pedig hát láttam már párat, és vannak nagy kedvenceim. Kettő negatívumot tudnék mondani róla. Az egyik az az, hogy irdatlanul büdös. Tehát eddig még majdnem az egyik legbüdösebb, amit szagoltam. Valamint az, hogy miért van neki külön papírdoboza. Tehát ez csak pazarlás papírnak, ugye a felesleges pocskolása. Enélkül is teljesen jó, ugye, mint bármi más termék itt a flakonjába. Úgyhogy, hát fiúk, lányok, jó volt a K2 Rotom. Csak ajánlani tudom, ha nem bánjátok, hogy rohadtul büdös. Pikpak letakarította a felnit. Úgyhogy ezzel a videó hirtelennyébe véget is ért. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!